Nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket, a mai mozaikban pedig hamarosan köszöntöm a Soprén Fotóklub elnökét, Hipság Gyöngyit, mert hogy nemrég egy komoly fotós fokozattal gazdagodott, egy elismeréssel, és hát a Soprén Fotóklubnak lesz még idén rangos eseménye, majd december közepén, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Hipság Gyöngyit, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Mivel is kezdjük, elsőként ezzel a Mondhatom úgy, hogy fotós elismeréssel fokozattal, mert egy nemzetközi dologról beszélünk, amit nemrég érdemelt ki. Miről is van szó? A Nemzetközi Fotóművész Szövetség a FIAP, ez a rövidítése. Ha elér az ember a versenyfotográfiában bizonyos eredményeket, meghatározzák, hogy mi kell ehhez. Hogy kell, mennyi díj, mennyi el, és mennyi képerfogadás, hány országban, hány. Ez különböző szalonon, és hogyha ezt az ember eléri, akkor megkaphatja ezt a kitüntető elismerést. Ha jól tudom, akkor a soprai Fotóklubban már több tag is részesült ilyen elismerésben, illetve Igen. mostan is. Igen. Hát sajnos a régebbiek, akik ugye a 112 évünk alatt volt tagok, régebbiek is pályáztak, de ugye annak idején még nem lehetett, nem volt ennyi külföldi nemzetközi pályázat, mint most, és sokkal bonyolultabb volt, de már a 30-as években részt vettek volt tagjaink a nemzetközi pályázatokon. Most a jelenlegi tagjaink közül kettő már birtok nek a címnek, és most nekem is sikerült ezt megszerezni. Mondjuk el a két másik tag nevét is azért. A másik két tag természetesen Tóbiás és Lángábor, akiknek a jelenlegi tagjaink közül, de vannak régebbi tagjaink is, akinek már megvolt ez az elismerés. És a rendszer azért most sem annyira egyszerű, mert hogy nagyon sok kiállításon nagyon sok díjazott fotónak kell szerepelnie, hogy megkapja egy fotóművész ezt a fokozatot. Gyöngyinek milyen kiállításokon sikerült részt vennie? Hát igen, ez elég hosszú, hiszen 250 elfogadása kell lenni az embernek nemzetközi pályázatokon. Nekem Argentinától, Irakon át az európai országokig volt, illetve van elfogadásom. És amit meg kell, hogy mondjak őszintén a magyar nemzetközi pályázatra volt a legnehezebb betörni, nem a külföldiekre, mert ugye-kevés a magyar országi pályázat, és az is ugye egy országnak számít, ami jó, hogyha az embernek a saját hazája is megvan hogy kell ezt elképzelni? Hogyan lehet ennyi országba eljutni fotókkal? Nyilván fizikálisan nem lehet mindenhol ott lenni, el kell küldeni e-mailben, vagy más ügyintézés van? Vannak, ugye ezek a nemzetközi pályázatok, ez, ezt egy-egy fotóklub írja ki az adott országon belül, feltöltő oldalak vannak, ahova fel lehet tölteni a képeket, el kell küldeni a nevezési díjat, és akkor, akkor így tud az ember a világban mindenütt részt venni, zömében digitálisak ezek a pályázatok, de vannak papír alapú Pályázatok is, pályázatok is, hiszen a, a pályázati szabályzathoz, meg az elfogadásokhoz hozzátartozik az is, hogy ne csak digitális, hanem papír alapú elfogadása is legyen az embernek. És melyik képre a legbüszkébb, vagy melyik munkára, melyik országra, ahova eljutott a képe? Igazából van egy képem, amit bakott pusztán készítettem a Ménes Tereli képpen, egy lovas kép. Ugye lovas nemzet vagyunk a papírforma szerint, és ezt a, ezt a képemet is több országban, de Brazíliában is elfogadták, és igazából arra, arra büszke vagyok. És van egy sas képem is, amit viszont Iránban volt az elfogadása. Az igen. És beszéljünk még egy másik díjról is, amit ha jól tudom, akkor az éve első harmadában vagy negyedében tavasz körülvehetett. Tehát ez melyik volt? Ez a Magyar magyar Fotográfia Alkotócsoportok Szövetsége is ad ki díjakat az embernek, és ott ugyanúgy elfogadások kellenek, ugyanúgy díjak kellenek ahhoz, hogy ezt a fokozatot megkapja az ember. 2016-ban jött ki egy új rendszer, amiben jóval több elfogadást kell megszerezni, mint korábban, ami természetesen ugyanolyan értékű a korábbi diploma is, mint a mostani, hiszen akkor kevesebb fájázat volt, most több van, tehát Logikus, hogy több, többet kell szerepelni az embernek, ahhoz már 350 elfogadás kellett, de ahhoz nem csak a nemzetközi, hanem a magyar elfogadások is beleszámítanak. És ebből a, a fokozatból a, az aranyfokozatot kaptam meg tavasszal, ami az új szabályzat szerint én kaptam meg az országban először, amire nagyon büszke vagyok. Gratulálok Köszönöm. ehhez is. Azt gondolom, hogy nem csak a fotós szakmában, hanem minden ember életében sokat jelent egy elismerés, noha nem is pont a díjak miatt dolgozunk, és teszünk napról napra. Éppen ezért a Sopron Fotóklub ténykedéséről is szóljunk, mert hogy már ebben az évben is számos népszerű eseményen vannak túl, és még lesz is majd december közepén, de egy kicsit tekintsünk vissza az évre. Milyen volt ez a 2018, ami eddig történt? Hát a 2018-as évben ugye egy kicsit pihen pihentünk az évelején, mert ugye az elmúlt évben voltunk 111 évesek, amire egy könyvet is megjelentettünk, és egy kicsit ültünk a babérjainkon, de ebben az évben sem természetesen nem hanyagoltunk el semmit. Májusban írtunk, májusra írtunk ki egy fotópályázatot múlt és jelen címmel, ami immáron hatodik alkalommal, hatodik alkalommal írtunk ki, ez egy hazai pályázat, színes kategóriába, digitálisba és fekete-fehér kategóriában pedig papírképben várjuk a, vártuk rá a pályázati anyagot, amire szép számmal jelentkeztek országon határénkon belül, és Igaz, hogy hazai pályázat volt, de ország határainkon kívül is pályáztak rá. Ennek a kiállításnak a, a megnyitója az júniusban volt a, a, a Soproni Egyetemnek a, a Közgazdaságtudományi Karaulájában. Ez volt az egyik nagy ténykedésünk, aztán utána következett augusztus a, a szabadtéri kiállításunk, ami most már hagyomány szerint minden évben várja a Soproni közönség, hogy bemutatkozunk újabb alkotásainkkal, és most még hátra van a, a hűségnapi pályázatunk, amit a hűségnapja tiszteletére írtunk ki a december 16-án lesz, 15-én három órakor lesz az Erdészeti Múzeumban a kiállítás, ez egy vetített képes kiállítás, Erre már most látjuk, hogy hogy nagyon sok országból érkeztek, Vietnámból, Kambodzsából. Pont ezt szoktam kérdezni, hogy ez egy pályázat? Ez egy pályázat, vagyis, pályázat válnak, igen. Milyen jellegű képeket válnak? Három kategóriában hirdettük meg a pályázatot ebben az évben, illetve fix kategóriáink vannak a nyitott színes és a nyitott fekete-fehér, és ebben az évben a gyerek a harmadik téma tehát most ebben a témában hirdettük meg. És ez egy nemzetközi, ez egy nemzetközi pályázat, és ez igen. Erdészeti múzeumban lesz, tehát december 15-én, 15, 15 órakor, szombati nap lesz. És erre még várnak munkákat? Egyébként? Hát most hosszabbítottuk meg a pályázati határidőt, mert még beleférünk, tehát december, november 16-ig lehet még erre képet küldeni, minden kategóriában, négy négy képet. És ugyanúgy a magyar fotósoknak is természetesen. Természetesen, igen, igen. És a Soprani Fotóklub történetéről egy kicsit meséljünk, hogy mi is a célja ennek a, a szervezetnek, mert hogy sok évtizedes múlta rendelkeznek, és hát évről évre ott vannak a köztudatban. Hát igen, ez a 112. év, amit idén be fog fejezni a klub, hiszen Július 5-én, 1906. július 5-én alakult a Soproni Fotóklub, és azóta töretlenül működik, töretlenül megy, és próbáljuk a, az ősöknek a, a munkáját továbbvinni, hogy megmutassuk a világnak. Akkor még nehezebb volt, mert ugye a papírképek csak azok mehetek. Most viszont ők akkor megmutatták azt, hogy hogyan lehet művészi fotográfiát készíteni. Most mi azt próbáljuk meg, megmutatni a mostani embereknek, a, ugye ebben az eldigitalizálódott világban, hogy hogy amik felkerülnek a világhálóra, nem biztos, hogy mindig olyan, olyan minőségű képek, amiket érdemes lenne megmutatni, és próbáljuk azt megmutatni, hogy mi az, amit valóban érdemes a világ elé tárni. Igen, hogyan lehet a régi fotózás hagyományát is megőrizni, úgy, hogy közben digitális eszközöket használunk, és hogy fogalmazódott, fogalmazott a eldigitalizálódott a világ. Igen, nagyon sok olyan társunk van, aki, aki nem, digitális géppel kezdett dolgozni, de visszanyúl az analóghoz. Tehát próbálkozik, mindannyiunknak vannak analóg gépei, és, és ugyanúgy elővesszük Hogyha al alkalomattán, mert őszintén megmondom, azért a filmnek nincs párja. Tehát az, arra sokkal több információt tud az ember felvinni, ez az idézőben felvinni, mint digitálisan. Ha valaki elkezd fotózással foglalkozni, akkor ön, mint tapasztalt fotóművész, meg a, a fotoklub elnöke, Mire hívnál fel a figyelmet? Mire ügyeljenek? Mitől lehet valaki jó fotós? És egyáltalán mikor beszélhetünk arról, hogy ő fotós? Hát igazából a technikát kell megtanulni nagyon jól, de ez nem elég. Tehát, hogyha én, én tökéletesen ismerem a fényképezőgépet, mert tökéletesen tudok mindent, hogy, hogy mit, mikor kell megnyomni, ahhoz, hogy mikor nyomjam meg, ahhoz kell a plusz, mert meg kell tudnom, meg kell látnom azt, amit le akarok fotózni. Az embernek fejben el kell dőlnie már, mielőtt megnyomja a gombot, hogy az egészet akarom, egy kis részletet akarok, vagy mit akarok egyáltalán, meg egyáltalán mit akarok majd azzal a képpel, mert az ember csak kattintgat, azzal nem biztos, hogy készülhetnek véletlenszerűen természetesen jó képek, de, de azért egy kis tudatosság kell hozzá. Köszönöm szépen, hogy ezt is elmondta, illetve meg egyszer gratulálok az elismerésekhez és a Sopnémi Fotóklub működéséhez. További minden jót kívánok. Köszönjük szépen egyéb. az egész klub nevében. Hölgyeim és Uraim, ne felejtjék, tehát december 15-én lesz majd egy kiállítás megnyitó az Erdészeti Múzeumban, a Soprani Fotóklub szervezésében izgalmas képekkel. És maradjanak továbbra is a Sopran Televízióval. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!